Üdvözlöm Önöket a Bajé Szervi MP nevében, Kásler Árpád vagyok. Mai témánk az árfolyam rögzítés. Ezzel a kérdéssel fordulnak leggyakrabban szervezetünkhöz, a Banki Adósok Érdekvédelmi Szervezetéhez az adósok, hogy igénybe merjék-e venni vagy sem a kormány által felkínált lehetőséget. Tetszenek figyelni, tehát nem azt kérdezik, hogy igénybe vegyék vagy sem, hanem hogy merjék-e igénybe venni, ugyanis joggal tartanak attól, hogy bármi nemű intézkedés, ami látszólag az ő érdekeiket szolgálja, úgy a kormány, mint a bankok részéről, mögötte esetleg valamilyen csapda lehet. És joggal szólal meg a kis vészharang az emberekben, ugyanis nincs ez másként most sem, ebben az esetben sem. Lássuk röviden, mit kell tudni az árfolyam rögzítésről. Aki élni kíván ezzel a lehetőséggel, az mindenek előtt, legelőször, közjegyző előtt egy tartozás elismerő nyilatkozatot kell aláírjon. Vagyis a jelenlegi árfolyamon nyilvántartott kölcsönösszeget, mint jogos követelést, a bank részéről jogos követelést elismeri. Vagyis soha fel nem vett milliókat elismer, mint tartozást. Másodjára egy új kölcsönszerződést kell aláírjon, és az új kölcsönszerződésben már nem devizában nyilvántartott kölcsönszerződés szerepel, hanem deviza kölcsönszerződés. Majd később visszatérek, hogy ez hogyan fordulhat elő. Harmadjára pedig a 180 forint és a jelenlegi árfolyam közötti nem kevés különbségnek egy részét a bank egy gyűjtőszámlán kamatoztatja az árfolyam rögzítés időszakának végéig, amit majd az adós vissza kell, hogy fizessen kamatostól. Tehát aki jelenleg már most nem tudja fizetni a tartozását, néhány év múlva még nagyobb tartozás fog a nyakába szakadni. Ezt az intézkedést mindössze azért hozták meg többek között, mert nem csak egyetlen egy okra vezethető vissza, hogy miért hozták meg ezt az intézkedést. Azért, mert nagyon sok ember felismerte, hogy ezek a hitelek vissza nem fizethetőek a jelenlegi feltételek mellett, és ezért részben csatlakozva szervezetünk felhívásához, hogy 0 forintot a bankoknak, részben maguk rájöttek, hogy ezt nem szabad már fizetni, mert az ablakon kidobott pénzösszeg az egész, és ezért egyre kevesebben törlesztenek, ezért a kormány rá lett kényszerítve, úgy a bankok részéről, mint a nemzetközi oligarchák részéről, hogy valami látszatintézkedést meghozzon, és a kormány szépen elhúzza ezt a mézes madzagot, lesz, aki sajnos ennek bedől. Visszatérve az új kölcsönszerződésre, ahol már nem devizában nyilvántartott kölcsönszerződés a címe, hanem deviza kölcsönszerződés, ez úgy jöhetett létre, hogy amikor a kormány ezügyben tárgyalt a bankokkal, a bankszövetséggel, akkor a kormány Matolcsi miniszter úr képviselte, a bankokat pedig a bankszövetség, és az ottani jegyzőkönyvben is már több mint 200 alkalommal devizakölcsönt írtak le. Minden egyes olyan esetben, ahol a kormány kötelezettségvállalása volt nyilvánvaló, ott devizakölcsön volt leírva, mindössze egyetlen egy pici kis jelentéktelen alcímbe írták azt le, hogy devizában nyilvántartott kölcsönszerződékes szerződések érdekes módon nem piaci kofák tárgyalásáról beszélünk, hanem a kormány és a bankszövetség közötti tárgyalásról, és senkinek nem tűnt az fel, hogy itt nem devizakölcsönökről van szó, hanem csak devizában nyilvántartott kölcsönökről, ami a kettő nem ugyanaz, bár ők szeretnék ugyanannak tekinteni. A másik oka, amiért meghozták ezt az intézkedéseket, az az, hogy közpénzeket juttathassanak a bankárok zsebében. Ugyanis ezek a kölcsönök, annak idején, amikor fel lettek véve, magáncélra lettek felvéve, és magáncélra lettek elköltve. És lám, ennek ellenére most közpénzek vannak ezen jogcímen, a bankárok zsebébe juttatva, ki által felhatalmazva. Hát minden tisztességes ember ki kell, hogy kérje magának, én például én megteszem, én kikérem magamnak, hogy az én kölcsönöm összegét, amit én saját elhatározásomból vettem föl, én költöttem el, azt közpénzből ne támogassák.
ugyanis ezzel azt érik el, hogy összeugrasszák valójában az embereket, azokat, akik nem vettek fel kölcsönt, azokkal, akik felvettek kölcsönt, de ez célja is a mindenkori hatalomnak, ugyanis ebből ér, tehát az oszd meg és uralkodj. Tehát az az érdeke a mindenkori kormányoknak, a mindenkori hatalomnak, hogy itt ne legyen egyesség, ne legyen egyetértés, hanem az emberek marakodjanak egymással, én jobboldali vagyok, te baloldali vagy, ők közben meg szépen, középen elsétálnak a vagyonnal, már elsétáltak, már nincs is nagyon mit elvinni, most a közpénzek, tehát maradt az embereknek a kis hajléka, az embereknek a kis meglévő fizetésének egy része, de még ez sem elég, most már a leadózott közpénzekből is akarnak ellopni, mert valójában ellopják ezeket a pénzeket. Mikor ezek a kölcsönök fel lettek véve, akkor senki nem mondta, hogy majd közpénzből lesz visszafizetve. Hát ne legyenek közpénzből visszafizetve. A Banki Adósok Érdekvédelmi Szervezete nem kíván pálcát törni senki feje fölött. Megértjük az embereket, nagyon sok embernek nincsen választási lehetősége, és nagyon kevesen érik fel annyira ezt, látják ezt annyira át, hogy mi is zajlik itt a háttérben, nagyon sokan bepánikolnak. Hát ezért lett több ezer öngyilkos. Az emberek bepánikolnak, és mint egy utolsó szalmaszálba belekapaszkodnak ebbe az árfolyamrögzítésbe, ezzel valójában még nagyobb és még kifizethetetlenebb terheket vállalnak a nyakukra. Sőt, még azt is megkockáztatom, hogy valamilyen szinten még a későbbi jogorvoslását is a visszaéléseknek kockáztatják ezzel a lépésükkel. Bár igaz, hogy ahogy a közmondás tartja, aki időt nyer, életet nyer, ettől függetlenül a Banki Adósok Érdekvédelmi Szervezetének és jó magamnak az a véleménye, hogy aki ezt az árfolyamrögzítést igénybe veszi, az valójában a sztrájktörést követel, mert ezt a gólemet másképp le nem győzhetjük, csak úgy, ha továbbá nem tápláljuk. Rengeteg törvénytelenség van ezeknek a hitelkibocsátásoknak a hátterében. Legközelebb alkalommal erről fogunk néhány szót ejteni. Addig is köszönöm megtisztelő figyelmüket.